Körbenézünk, hogy hát itt van a falukban valami kis barátságosabb küldetés. Jó, hozok nektek búzát, de ahogy mondtam, tehát pont ez a küldetésről beszéltem, ahol ez a tipikus, hogy hoz búzát nekünk, mert éjjel halunk. Jó, esetleg van a másik küldetés, amiben lehetne nektek segíteni. Pointsbrookba el kéne kísérnünk egy kereskedő csapatot. De ezek a küldetések tudnak nagyon jók is lenni, hogyha az a jó, hogy ezek képesek saját maguktól. Tehát nem azok a kísérgetés egységek, amik a sima játékban vannak, hanem ezek szépen elmennek maguktól. Szóval én lehet, hogy nem is megyek velük, hanem csak reménykedem abban, hogy ők eljutnak oda. Igazából ez egyébként nem túl becsületes megoldása ennek. De az a baj, hogyha most megtámadják őket, akkor úgyse tudunk segíteni igazából. Tehát sokat nem érünk vele, hogy most mi ott rohangászunk a mellettük. Csak oda vonjuk magunkra. És meg is csináltak. Szívesen. Én segítek bármikor. Három kenyeret adtok. Jó, megint lehet innen toborozni az embereket. Aha. Tehát itt az a feladatunk, hogy megtámadták őket banditák. És azt szeretnék, hogy képezzük ki az ő parasztjaikat, hogy képesek legyenek harcolni ellenük. Ez a küldetés általában elég jó szokott lenni, mivel itt legalább. Tudnék, hogy meg kell verni a parasztokat. Meg kell verni a parasztokat, 10 óránként utána pedig meg kell verni a támadókat. Tehát ez egy elég baráti küldetés, úgy alapvetően, szerintem. Nem a legnehezebb. Képzem a saját egységeimet is, hogy érjenek már valamit, mert ez így addig elég nyomorúságos, amit legutóbb műveltek. Uha, kifagytunk a pénzből. Pillanatra be kell mennünk a városba, mert ez így nem túl jó. Jó, eladjuk ezt, a kenyereinket, titeket. Most egy darab surgeryért. Hát lehet, hogy eladjuk ezt is, mert most kell a pénz. Majd lesz egy normális seregünk, akkor az már hozza majd szerintem a nagy pénzeket. Most nem vele akartam beszélni, hanem még párat. Így, és kiképezzük. Jó, egy darab megértette. Téged jól megverünk. Ez egy kemény edzés volt, sokat tanultak belőle. És igazából én ilyenkor, amikor már a tréning vége felé tartunk, ilyenkor érdemes, mivel, tehát az a lényeg, hogy ha megölték a támadókat, akkor a falusiak fel fogják ajánlani nektek, hogy odaadják azt, amelyik van, azért, mert megmentetted őket. És ilyenkor érdemes megnézni azt, hogy mi is van pontosan a faluban. Tehát itt láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sok dolog van náluk. Tehát ilyenkor érdemes elfogadni, mivel most két darab pozitív véleményért nem érdemes visszautasítani. Viszont ugye mondjuk van egy darab kenyér, most nyilván az miatt akkor már inkább jobban jön a becsület, meg a pozitív vélemény, amit kapsz érte. Tehát, hogyha most vissza kell ütni a banditákat, akkor el fogunk fogadni nyilván, mármint, hogyha sikerül visszaütni egyáltalán banditákat, mert itt az jobban megéri. Mert most amúgy is szükségünk van pénzre, de tehát ennyi cuccért nem megéri. Kicsit a polármunk is fejlődik. Nem mindig a legegyszerűbb ez a... Tehát nem sima harcosra nyomni a karakteredet, hanem kicsit erre az észjátékra, viszont hogyha már egyszer lesz egy nagyobb seregünk, akkor nagyon meg fogja érni. Csak ezt az elejét át kell szenvedni, ameddig ilyen kis gyengék igazából. Mert ilyenkor az a baj, nagyon sebezhető a csapat, mert hiába költesz el rengeteg dénárt, vagy nem tudom, hogy dénárt költünk egyáltalán. Mindjárt megnézem. Hogy arany van, vagy mi van itt. Dénár. Tehát hiába költesz el rengeteg dénárt egységekre, hogyha nem tudnak mit kezdeni a nagyobbakkal. Ugyanez a baj ez alapvetően az IS seregekkel is, hogy tehát egy sima IS nem tudja átítni a nehéz lovas páncélját. És a nehéz lovas még kb. Három csapásból leszett három IS. Mert nyilván ezt is a mód válogatja,
mert van, ahol hasznosak az íjászok, még nagyon nagyon erős sereget lehet, ami hát egyszerűen mire odaérne az ellenfél, már nem marad bele egy darab sem. Hát azt nem mondom, hogy teljesen haszontalan, csak én jobban szeretem a nehéz gyalogos, nehéz lovas seregeket. Nem, hogy nagyon lazák leszünk és megverjük kézzel az ellenfelben, mert kicsit erősebbek leszünk. Jó, mi is szintet léptünk legalább. És meg is támadtak minket. Na jó, azt mondom, hogy charge. Elég sokan vannak, és íjászok. Egy jó ütés. Hát, vagy Dumbledore nagyon belassul. Könnyű célpontok vagyunk. Meg tudom széthúzni a seregét, hogy annyira könnyebb lesz, mert ott a parasztoknak középen a... Au. Jó. Ez jó lenne, ha már megérkeznének az én kis egységeim, mert így... Engem itt szépen lelövöldöznek egyesével, esetleg lelövöldöznek a... Csak azért, hogy jó, hogy ez a... Ednél a hősnél elég jó páncélzet volt. És legalább az hasznos. Gyerünk srácok, csapjátok! Jó, még ez az egy van. Vagy van még? Ott fut még egy. És még lett legalább az utolsó kill. Szép vagy, srác? Te, különösen jó volt ez Sarlóval. Na és most elfogadjuk, mivel ez az elég sok cucc elég nagy értékben. És akkor még ilyenkor lehetne, hát úgy, hogy nem akarnak csatlakozni. Nézzük meg, hogy mennyi a 24 a Renownunk, hát azzal esélyünk sincs, hogy vazallusnak fogadjon. Még igazából itt még nem lehet tornamentre sem menni, hogyha alacsony a Renownunk, ami elég érdekes. De hát ez van. A csirkéket eladjunk, mivel azok megrohadhatnak. És akkor dobhatja ki a kukába őket.